Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A 44. helyen végzett a 20 kilométeres gyaloglásban a párizsi olimpián Hellebrandt Máté. Korszerűsítették Balkányban a Sport Egyesület öltözőjét, és új füves borítást kapott a futballpálya is. A Magyar Úszószövetség centenáriumi díjjal ismerte el Szűcs Csaba úszóedző munkáját. A hagyományokhoz híven ismét megtartották a kosárlabda képzőtábort a Continental Arénában. Az Egyesült Államokban folytatja vívópályafutását és tanulmányait a nyíregyházi Nyíri Villő. Az atlétikai versenyek első számában a 20 kilométeres gyaloglásban állt rajthoz csütörtök reggel a párizsi olimpián Hellebrandt Máté. A nyíregyházi atléta végül a 48-os mezőnyben a 44. helyen ért célba. Az volt a várakozás, hogy egyenlőcsúcs közébe kerüljek, és hogy legalább egy erős középmezőnyt elcsípjek. Ez teljesen reálisnak tűnt a felkészülésem miatt, mert sem sérülés, sem betegség nem hátráltatott. Az olimpia előtti hónap nagyon jól sikerült edzés szempontjából, szóval teljesen optimistán álltam rajthoz. Ehhez képest nagyon-nagyon rossz napot fogtam ki. Melegítésnél még nem éreztem, viszont rajt után az első körben még nem, de a második körben már éreztem, hogy ez nagyon nem az én napom. A lábaim, mintha ollomból lettek volna, levegőt alig kaptam, a púzusom már rögtön a második kilométerben az egekben volt. Az ötödik körtől már csak visszafele számoltam a köröket, hogy mennyi van még hátra, és hát így utólag még az is csodó célba értem, mert nagyon szenvedős volt az egész verseny. Ha valami pozitívumot akarunk keresni az egészben, azon túl, hogy negyedik olimpiádon volt, tehát találunk? Nem nagyon. Ilyen rossz versenyem nagyon-nagyon régen volt, nem is emlékszem, hogy mikor volt utoljára ennyire rossz versenyem. Nem tudok most rá magyarázatot adni. Nyilván meleg volt, párás volt az idő, csúszott a rajta egy fél órát, de a pálya emelkedős volt, de igazából ezek ellenére is sokkal jobbat kellett volna mennem. Hát sajnos a sport ilyen, hogy egyszer fent, egyszer lent. Egyszer a szerencse mellém áll, máskor meg pont ellenem. Hát most ez egy ilyen nap volt. Korszerűsítették és bővítették Balkányban a sportegyesület öltözőjét, és teljesen új füves borítást kapott a futballpálya is. A megújult létesítményt az elmúlt hétvégén egy U13-as futballtornával avatták fel. Ég és föld a különbség a körülményeket illetően itt a balkáni sportpályán. Mi mindent sikerült megújítani, illetve mekkora befektetés volt ez a város részéről? Ez az egyesület, a futballcsapatunk közel 100 éves lesz. Közeljövő fogjuk majd ünnepelni. Mindig rossz állapotok uralkodtak, tehát ez a mostani szint, ez egy óriási kiugrás. Elavult kis öltözőnk volt, elavult pályánk volt. Igazából az elmúlt 20 évet, ha visszatekintek, ezért volt az, hogy az eredményekben is hol lent voltunk, hol fent voltunk, vezetőségek váltakoztak, és akkor eljutottunk oda, hogy ide jött egy sikeredző, és a Mirgai Laci barátunk, aki Balkányból, a megyei másodosztályból NB3-os bajnokot faragott. Lényegében bejutottunk az NB2-be, csak nem tudtuk vállalni, és akkor újra szembesültünk azzal, hogy miért is nem tudjuk vállalni ezt a magas osztályt. Nem volt öltözőnk, nem volt pályánk. Tehát magyarul minden hiányzott a játékosokon kívül. Na most a fordulópont itt jött be az én véleményem szerint, ugyanis ekkor az összes jó játékos itt hagyott bennünket. Mert ők kiválóan futballoztak, ugye NB3-os bajnokok voltunk, minden egyesület kapva kapott rajtuk, és mi itt maradtunk úgy, hogy maradtak az ifisták, meg rábeszéltünk egy pár idősebb futballistát, akik már régen abba hagyták, hogy mégis ne hagyják cserbe a csapatot. És ugye rögtön egy alacsonyabb osztályba találtuk magunkat, és jött az elnökváltás a Opsitos Norbi személyébe, akivel annak idején nagyon sokat beszélgettünk, hogy lehetne, mint lehetne,
és Norbi elindult egy úton, amit hála jó Istennek végig tudott csinálni. Ez nagyon sok erőkitartás kellett, mert nem egyszerű ez, ahol most állunk, hogy ez megvalósult. Ezt 99%-ban Norbinak köszönhetjük, annak a vezetőségnek, aki körülötte volt, akik nem adták fel, ha egyik helyt nem kaptak támogatást, mentek a másik helyre, összegyűjtötték a TAUS pénzeket, hál' Istennek ezt a kormány ezt a lehetőséget adja a sportegyesületeknek. Szerintem ilyen kis egyesületeken nélkül már nem is boldogulnának. Na és akkor elindult itt a fejlesztés, ami az önkormányzat is adott egy kis támogatást. A régi öltöző mellett döntöttünk, hogy azt felújítjuk, mert az újnak horribilis lett volna a bekerülési összege. Nagyon szépen sikerült megújítani. Elkezdődött a pályarekonstrukció, öntözőkutat furattunk, le van csövezve a pálya, tehát most már úgymond korszerű körülmények közt tudjuk karbantartani is a pályát, meg is látszik most már. Véget ér most evel a ünnepséggel az a időszak, amikor szomszédba kellett futballoznunk. Nagyon sokat segítettek nekünk a szakmaiak, sokszor a pályájukat adták kölcsön. Igazából egy óriási fordulópont történt, és ez még tovább fokozódik, ugyanis ez még nincs kész. Kész van a pálya, kész van az öltöző, de egy új vizes blokk fog ide települni. A pályán körül egy futópálya fog megépülni, és meg fog épülni két lelátó, jobbról-balról, egy olyan 100-100 fős lelátó. Ezt már az önkormányzat pályázta, ezeket meg is nyertük. Most van folyamatban a közbeszerzés, és remélem, hogy még ebben az évben ezek meg is fognak épülni. Tehát lényegében, amikor feljutottunk a csúcsra, akkor ért bennünket egy óriási trauma, mert akkor teljesen szembesültünk vele, hogy ez így tovább nem mehet. És ez kellett ahhoz, meg kellett ahhoz egy ilyen vezetőség, mint a Norbi, amit körülötte kialakult, ahhoz, hogy ez ide eljusson, és ezért csak köszönet és hála nekik. Ugye tudjuk, hogy a Balkáni Sport Egyesület az elmúlt években gyakorlatilag vándorolt, különböző más településeken játszott a hazai meccseket. Mennyire volt ez nehéz, illetve mennyire jó most visszatérni? Nehéz volt a csapatnak is, csapatainknak is, bár Szakoly ugye szomszédos település, ahol viszonyt tápolunk a szakolyi vezetéssel, de mégis nagyon sok szurkoló nem tudott elkísérni bennünket még Szakolyban sem. Nagyon nehéz volt mindenki számára, és nagyon vágytunk már az új létesítményünkbe vissza ide Balkányba. Hogyan néz ki most a sportegyesület? Hány csapatot működtet? Hát a sportegyesületünk jelenleg U7-es korosztály, U9-es korosztály, U11-es korosztály, U13-at indítunk megyei szinten, U14-et regionálisba, U19-es csapatunk lesz és a felnőtt. És ha már a felnőtt csapatot szóba hoztuk, ugye ők most edzőmérkőzést játszanak, az új szezonban mik a főbb célkitűzések? Hát mindenképpen, mivel hogy a felnőtt csapatunk is az U19-el szerepel egy napon, egymás után, mind a két csapatunknak a célja a dobogó mindenképpen. Szeretnénk már hazai környezetben megőrvendeztetni a kedves szurkolóinkat. A Magyar Úszó Szövetség centenáriumi díjjal ismerte el Szűcs Csaba munkáját. A nyíregyházi szakember tanítványai között szerepel többek között a kétszeres hosszú távúszó Európa-bajnok Kovács Rita, valamint az olimpikon Európa-bajnoki bronzérmes Csabai Judit is. 2024-es évben Szűcs Csaba kapta a Magyar Úszó Szövetség centenáriumi díját, amelyből évente egyet adnak át edzőnek, ez valamilyen szinten egy életműdi, úgyhogy egy picit tekintsünk vissza arra több évtizedes pályafutásra, amivel ezt kiérdemelted. Kezdjük a legelején, mikor jegyezted el magad a vízzel az úszodával? Én földrajztestnevelés szakos főiskolai hallgató voltam, és ott a második évfolyamon
a Dallos Sándor, aki megindította ezt az egész Szabolcs-megyei úszást, illetve főleg a Nyíregyházit, egy néhányunkat, akiről talán egy kicsit jobban úsztunk a hőskorba, mint az átlag, velünk gondolta, hogy foglalkozzunk gyerekekkel, odahívott a medence partjára, sokan voltunk, vagy 80-10, és lassan mindenki lekopott, és szinte egyedül maradtam abból a társaságban. Én hivatalosan 1975. október 1-től vagyok az akkori Városi Sportiskolának a szerződésében. Milyen presztízse volt akkoriban az úszásnak, 75-öt mondtál, ugye ez az az időszak, amikor mondjuk Gyarmati Andrea már visszavonult, de volt egy Hargitay András, Verdasztó Zoltán, vagy Sós Csaba mostani szövetségi kapitány, akik Európa-bajnoki, világbajnoki aranyakat nyertek. A presztízse óriási volt az úszósportnak, akkor is, azelőtt is, és most is, és remélem később is az lesz, hiszen össze lehet kapcsolni azzal, hogy amikor ide, abban az időben, 76-ban nyílt ez az iskola, ahol most vagyunk, akkor A, B, C, D, E, F, G, H osztályok voltak. Mindenki ide akart jönni, mert úszni meg tudott tanulni. Tehát mindenki gondolta arra, hogy egy jó befektetés a gyereknek, hogyha egy kicsikét testileg pszichailag fogékonyabb lesz valamilyen sportra később, egy nagyon jó alapsportág, és utána tovább tudnak lépni bármilyen labdajátékhoz. Most mondhatnánk a Harsányi Gergőtől kezdve a tollas labdázó Harsági Andrea, a Medve Robert kézilabdás, tehát rengeteg úszóként kezdték, és utána mindenki tudott más sportágba kerülni. Tehát gyakorlatilag ahol a vízpartján lehetett gyerekeknek, ugye főleg uszodába táborokat, illetve edzéseket tartani, az mindig teltházak voltak. De az is igaz, hogy abban az időben még nem volt ennyi medence, mint mostanában, hiszen most már minden városnak szinte lassan van egy kis 25 méteres, meg egy kis tanmedencéje is van mellette. Akkoriban még csak a Sóstó volt, meg ez a medence. Emlékszel valakinek a nevére az első csoportodból? 49 éve volt. Hogyne. Kovács Rita, Szokol Diana, az Ormos Gabriella, Ormos Editnek a húga, Hajnal Lajos, Nagy Gábor, Bertli Marian, hogyne. Ezekből mind korosztályosan voltak, vagy bajnokok, vagy első háromban benne voltak a korosztályában, hogyne. Gyerek voltam akkor, a Kelet-Magyarország utolsó oldalán volt a sportoldal, és emlékszem, hogy néztem mindig az eredményeket, és ezekkel a nevekkel lehetett találkozni. Mikor kezdtek el jönni az eredményei a tanítványaidnak? Úgy emlékszem, hogy 78-ban a Kovács Rita már a 77-ben, 78-ban, most ezt már én sem tudom, azért nem most volt, de talán 78-ban megverte Dargyi Tamásnak a húgát, 800 gyorsan Dargyi Tündét az egy évvel idősebbek között. És akkor már az országos bajnok lett ez a kislány, akit később Kovács Ritaként világhírűvé apostrofálta a tudománya. Az említettek mellett kik voltak azok a versenyzők, akik a legtöbbre vitték a tanítványait közül? Később ugye mindig bővült a sor, hiszen alulról jöttek föl gyerekek, jött a Csabai Judit, aki felnőtt Európa-bajnokságon harmadik volt. Eleve volt négy olyan ifjúsági Európa-bajnokságra jutott ki négy versenyzőm, akik az ifjús EB-ken ebből háromszor érmesek voltak, mind 800 gyorsan. Akkor ott volt a Szokol Dia, Kovács Rita, Csabai Judit, később a Weiss Kitti, a Barta Kristóf, a Kukucska Boldizsár, tehát azért nagyon-nagyon sokan, szinte felsorolhatatlan ez, hogy ennyi idő alatt így most visszaemlékezzek, úgyhogy elnézést azoktól, akik meg nem jutnak hirtelen eszembe. Egyetlen egy gyerek volt, aki nem kiskorába kezdte, később szeretett volna betakozódni az úszósportba, Molnár Jánosnak hívják, egy tehetségkutató bukkant föl, ide járt pedig ebbe az iskolába, de nem volt úszóosztályos, és megnyert az aranyüstöt. És onnantól kezdve ott maradt a társaságba, mert mindig egy jó közösségi, összetartó kis társaság volt az úszócsapat. Az úszás egy munkás volt, ráadásul hajnali kelésekkel, edzésekkel. Miből van többre szüksége egy versenyzőnek? Tehetségből, vagy szorgalomból, vagy a kettő nem működik egymás nélkül? Hát ez a kettő nem működik egymás nélkül, mert lehet egy kicsit, aki nem olyan tehetséges, de óriási szorgalma van. Van, aki tehetséges, mostani olimpikonok közül is tudnánk ilyet mondani, de esetleg nem vesz olyan komolyan az edzéseket. Tehát ez mindig is megvolt, de szerintem ez minden egyes sportágban benne van. Az tény, hogy az úszás, ez egy nagyon munkaidőnyes, munkaigényes, hiszen reggeli edzés van, délután kondicionáló edzés, utána másik két és fél óra edzés. Tehát ez egy munkaigényes, monoton, ezt akik jól elviselik, azok, és oda teszik magukat, azok mindenkik jó szerepeltek később.
és milyen tulajdonságokra van szüksége egy jó edzőnek, hiszen rengeteg gyerekkel kell foglalkozni, türelem, gyerekszeretet, monotónia, tűrés. Mi ezek közül, ami kell ahhoz, hogy valaki jó edző legyen? Szerintem az edzőnek is kell a monotónia, tűrés, hiszen egyedül sétál a medenceparton le meg föl, és nem tudom hányszor mondja meg, hogy emel meg a kezed, nyújts ki a kezed, fejezd be a tolást, hiszen azok a kulcsszavak, amik állandóan edzésre visszatérő a feladat a versenyzőnek. Ugyanúgy észre kell venni, hogy ki az, aki tehetséges, ki az, aki csak az egészségéért úszik. Tehát vannak ezek, amikor negyedikből, ötödikben megy a gyerek, az is egy választó, akkor utána, amikor nyolcadikat befejezés gimnáziumba megy, amikor tovább akar tanulni a gimnázium után. Tehát ezeket a lépcsőkön figyelni kell, hogy ki az, akiből lehet, kinek milyen a vízfekvése, a falsúlya, az áramlása, tehát ki, akinek a monotónia tűrését, arról meg nem, kinesztetikai érzése, hogyha milyen a vízzel való affinitása, hogyan reagál. Ugye itt egy közegbe úszik a gyerek, tehát be van zárva, nem tud odaszólni a másiknak, nem tud a másik odaszólni. Mi is csak bizonyos jeleket tudunk szólni, inteni, tudjuk, hogy mikor kell, mikor vesz oda levegőt az a versenyző. Tehát egy kicsikét bonyolult, de azért a 40 év alatt megtanulja az ember. Nem csak a versenyzők vándorolnak, néha igazolnak máshova, hanem az edzők is. Neked az életedben volt olyan periódus, amikor esetleg felmerült, hogy elhagyod Nyíregyházát? Én bennem soha nem merült föl. Szécsi Tamás nagyon hívott a 87-es EB után. Volt külföldi ajánlat is, én nem akartam elmenni soha. Nem. Én itt nagyon jól éreztem magam. Pesten olyan, nekem egy kis vidéki fiú itt felmegy Pestre, nem éreztem volna jól magam. Nem voltak jó körülmények, azt nem mondom, hiszen hogy a sátoros úszodat csepegett a víz, reggel mi kapcsoltuk be a ventilátort, nem láttunk, nemhogy hosszába, még keresztbe se láttunk át a medencén, olyan párás volt. A konditerem olyan hideg volt, hogy nem lehetett megfogni a súlyzókat, a tárcsákat, de mégis azért abban az időben nagyon szép eredményeket szedtünk elő. Az eredmények és a sikerek mellett mi az, amit kaptál ez alatt, most már majd 50 év alatt az úszástól? Hát azt a rengeteg szeretetet a gyerekektől azért az úgy ott van, hiszen most ezért a kitüntetésért is közel 1000 ember írt nekem, hogy gratulálok Csaba bácsi, köszönjük, hogy tanítványos voltunk, örülünk nagyon. Tehát azért ez egy megfizethetetlen dolog. Ez nem az anyagiakat kell nézni, hogyha azt látod, hogy szeretnek, jól érzed magad azon a közegben, akkor az mind másodlagos az anyagiak, hogy valamelyik városban többet ígérnének, vagy kevesebbet. Én bennem nem merült fel soha. Van-e valamilyen közöd most az úszáshoz, most már nyugdíjasként, és hogyan telnek a napjaid? A Tamással, Urbinnal tartom a kapcsolatot, tudom, mikor mennek versenyre, mikor, hogy minden jegyzőkönyvet elolvasok, az tény. Versenyekre már nem megyek el, arra már nincsen időm, de az elért eredményeikkel, illetve Magyarország eredményeivel, a nemzetközivel is mindennel tisztában vagyok. Mindenkinek a jegyzőkönyvét megnézem, ahol voltak a világkupa sorozatok és közvetítette valami, akkor azt mindenképpen megnézem, fölveszem, többször is megnézem, tehát azzal tisztában vagyok, de már napi edzést nem tudnék vállalni, nem is szeretnék. Azt kérdeztem, hogy mivel telnek a napjaid, és akkor hozzáteszem, hogy mit kívánsz magadnak a következő évekre, vagy akár évtizedekre? Szeretnénk jó híreket hallani a magyar sportról, természetesen ugye nyakunkon az olimpia nem sokára. Szeretnénk, hogyha megint dübörögnének az érmek, amiket elérnek a sportolóink. Ugyanúgy, hát elsősorban úszásból, ami közelebb van. Isten igazából rengeteg kerékpározással, tört ki fényképezéssel, sokat sétálunk feleségemmel, utazgatunk úgy Magyarországon, mint külföldre, és minél tovább ilyen csendesen élnek élni egészségben. Úgy legyen, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Én köszönöm. A hagyományokhoz híven ismét megtartották a kosárlabda képzőtábort a Continental Arénában, ahol 55 játékos vett részt a napi két edzésen. 55 gyermek, illetve ugye 6 felnőtt játékos van jelenleg most itt a táborban. Ehhez csatlakozik majd a tábor második felén a maradék felnőtt játékos, akik még nem érkeztek meg. U11-től, sőt igazából már az előkészítő korosztálytól egészen az U20-U21-es korosztályig vannak jelen. Ugye külön szedve korosztályokra foglalkoznak az edzők a gyerekekkel. Hogyan épül fel egy-egy nap programja? A délelőtti programunk általában ugye a hosszabb bemelegítéssel kezdődik, mobilizációs gyakorlatokkal, nyújtó gyakorlatokkal az előző napi fáradtságot lenyújtva. Utána van egy labdás edzés, délelőtt, ahogy befejeződtek az edzések, van egy kis pihenő, ebéd, utána van egy hosszabb pihenő Xbox játékokkal,
egyéni labdázásokkal, ahogy a gyerekek gondolják, majd délután van egy másfél órás kisebb, rövidebb labdásedzés, csapatedzés. Ez alatt az egy hét alatt mennyit lehet fejleszteni az egyéni képességeken, hiszen ugye említetted, különböző korosztályok képviselői vannak itt. Én úgy gondolom, hogy ez az egy hét ez pontosan arra azt a célt szolgálja, hogy a felkészülési időszakra úgy csöppenjenek bele a gyerekek, hogy ne a nulláról érkezzenek meg, ne a nulláról kelljen az egyéni képességeket újra arra a szintre hozni, amilyenre a versenyidőszakra kell. Ez az egy hét, ez kevés nyilván, ezért is van az, hogy plusz ez az egy hét a felkészülésben szerintem nagyon hasznos. Mi a tapasztalat, mennyire várják a gyerekek ezt a tábort, hiszen, amint említetted, nem csak kosárban, hanem vannak más közösségi programok is. Az elmúlt évek tapasztalataiból azt tudom mondani, hogy növekvő tendenciát mutat a résztvevők száma, tehát úgy gondolom, hogy várják a gyerekek minden évben ezt. Több szülő is megerősítette ezt az érzést bennem, hogy nagyon várták már, hogy érkezhessenek a táborba. Ennek a tábornak te vagy a vezetője, de ettől függetlenül is elég sokat foglalkozol kosárlabdával a nyáron. Milyen feladataid voltak, vannak? Ha nem is csak a nyarat emlegetjük, akkor ugye májusban, és úgy gondolom, hogy ez az idei legnagyobb rendezvény, ugye májusban volt egy 3-3 elleni kosárlabdából az olimpiai selejtező Debrecenben. Azon is részt vettem, ezen felül az 3-3, illetve az 5-5 elleni egyetemi Európa-bajnokságon, egyetemi játékokon. Majd augusztusban fogok menni egy U16-os lány Európa-bajnokságra Miskolcra, illetve a nyár végét augusztusban szintén Debrecenben fogom egy 3-3 elleni bajnokság, illetve hát World Tourral, World Cup-pal zárni. Ezeken a rendezvényeken milyen minőségben vagy jelen, azt nem kérdeztem. Azt a személyzet minőségben vagyok egyébként jelen, én sem mondtam el ezt valóban. Igazából minden, ami elképzelhető az asztal személyzetben, voltam már az elmúlt másfél hónapban, tehát jegyzőkönyvvezető, időmérő, 24-es időmérő, statisztikus, egyedül táblát nem kezeltem. Amellett, hogy ez egy elismerés mindenképp, hiszen nemzetközi tornákon, versenyeken részt venni mindenképpen az, milyen hozadéka van még egy-egy ilyen rendezvénynek? Én úgy gondolom, hogy nyilván a sport érték mellett a baráti kapcsolatok teremtése a legnagyobb hangsúly, főleg egyébként az egyetemi bajnokságon, ami most volt. Eleve ugye a játékok a neve, tehát nem csak játékok voltak, hanem ott barátkozás, ismerkedés, kapcsolatteremtés, illetve a sportág népszerűsítése is volt a cél. Az Egyesült Államokban folytatja vívó pályafutását és tanulmányait a nyíregyházi Gyíri Villő, a 20 éves kardozó, a New Yorki Wagner College csapatát erősíti majd a jövőben. Nagy kaland előtt áll a nyíregyházi sportcentrum vívója, Gyíri Villő a tengeren túlon folytatja tanulmányait és sportpályafutását. Mint a 20 éves kardvívó elmondta, több hónapos előkészítő munka után kapta meg a teljes sportösztöndíjat. Szeptember környékén jött a lehetőség, hogy szükségük van még női kardozóra kint Amerikában, és hát úgy voltam, hogy kapok az alkalmon, mert ez egy soha nem visszatérhető lehetőség, úgyhogy összeraktuk az egyetemi profilomat, egy videót kellett összerakni, amiben bemutatom a vívás tudásomat, illetve saját magamat. Ezeket aztán kiküldtük a potenciális egyetemeknek, és hát végül most júniusban írtam alá egyébként a szerződést, hogy melyik lesz a befutó egyetem. Tényleg hosszú hónapok vannak mögöttem, ez egy sokkal nehezebb procedúra, mint egyébként én azt gondoltam, de nagyon elégedett vagyok végül a választott egyetemmel. Ez az egyetem pedig a New Yorkban található Wagner College. Pákei Béla, aki 12 éven keresztül edzette Villőt, elmondta, hogy mire volt szükség ahhoz, hogy tanítványa eljusson egy amerikai ösztöndíjig. Rengeteg munkakitartás, szorgalom, odafigyelés, és hát ugye a sport az egy személyiségváltozás minden fiatalnak az életébe, és hát amivé vált, hogy ilyen személyiség lett, abban a sport ugye hozzájárul mindenképpen, és azt gondolom, hogy ez az egész vívó közösségünknek a sikere, a karcakágé, mert akikkel együtt edzett, ugye egy fecske nem csinál nyarat, tehát a többiek is jók, de az, hogy ő egy ilyen amerikai egyetemre ösztöndes sport, vívó ösztöndíja, aki tudott jutni, ez az egy nagyon komoly érdem. Villő egy kis izgalommal várja az amerikai egyetemi éveket. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy egy évet már tanultam a Corvinuson, mert egyrészt angolul tanultam, úgyhogy ebből a szempontból is szerintem könnyebb lesz, illetve azt, hogy már megtanultam, milyen kolisnak lenni, azt, hogy nem vagyok itthon, tehát nem egy ilyen óriási ugrás lesz, hanem csak egy nagy ez az egész.
de nagyon izgatottan várom az utazást. Nyilván van bennem egy ilyen kis jóleső félelem, hiszen az ismeretlenbe megyek, viszont nem feltem magamat, mert én elég talpra esetnek gondolom magam, illetve már több sportolóval tartom kint a kapcsolatot, úgyhogy úgy érzem, hogy jó lesz és rendben lesz. A nyíregyházi vívóhölgy augusztus 20-án utazik az Egyesült Államokba, ahol még abban a hónapban elkezdődik számára az oktatás, és elkezdődnek a vívóedzések is. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!